Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig meg-megállva, nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszintemben voltam, odítottam, toporzékoltam, hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Csak ment, és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám, s a ruhák fényesen suhogva keringtek, szálltak a magasba. Nem nyafognék, de most már késő, most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az ége, kékítőt old az ég vízéből. Az 5-ös 10-ben az elkövetkezendő időszakban egy új bemutató lesz, Szimpatikus figurák címmel. Vendégem a stúdióban Galla Miklós, szeretettel köszöntelek. Hello, hello. Mit érdemes tudnunk erről az előadásról? Hát se szeri, se száma az érdemes tudnivalóknak. Hát először is ketten játszok Szirtes Balázs színész kollégámmal, akivel a Hippolita lakály előadásán találkoztunk. Ő Makács Csaba volt, más néven a Fiatal Makács. Én pedig Hippolit, mert címszerep alatt nem vállalok, szoktam mondani tréfásan. És hát elkezdtünk beszélgetni, ahogy színészek beszélgetnek az öltözőben, és az derült ki, hogy szinte mindenről nagyon hasonló a véleményünk. És az ízlésünk nagyon hasonlít. És akkor én felvetettem, hogy nincs kedved valamit együtt csinálni, és ő meg, neki meg volt. Tehát tisztel engem a múltam miatt, meg amit eddig letettem az asztalra. Én meg tisztelem őt, hogy egy nagyon kreatív színész, tehát nem csak bemagolja a leírt példányból a szöveget és fölmondja, hanem ő maga fölépíti a szerepét, gegeket, poénokat tesz bele, játszik a szó szoros értelmében. Hogyan alakítottátok ki az estnek a műsorát? Az est műsora az háromféle összetevőből áll. Jelenetek, ezeket értelemszerűen ketten játszuk, tehát két személyes jelenetek, van köztük angol, jó néhány, olyan is van, amit már 22 éve játszottunk a Szkénében a Holló Színházzal. Na de azóta új generációk nőttek föl, plusz én egy kicsit jobb színész lettem, merem remélni, és Balázs pedig hát egy új szereplő ebben a műfajban. A második komponens stand-up comedy, tehát mind a ketten szólózunk is az esben, és dalok. Van közös dalunk a végén, meg van Balázsnak egy, nekem két önálló számom, és ezek váltakoznak nagyon változatos sorrendben. Tehát reményeink szerint sose lehet tudni, hogy mi történik a következő percben. És ahogy én olvastam az előzetes reklámokat, ott van, hogy 90 perc az előadás időtartama, ráadás van. Erre hogy készültök? 90 perc azért nagyon hosszú idő. Nagyon hosszú, de hát azért mind a ketten már elég sokat játszottunk. Balázs most is játszik ezen kívül 5-6 színházi előadásban, tehát másfél óra. Az nem olyan sok. Én már játszottam 2 órát is egy húzamban. Meg volt másfél órás önálló estem is, szóval az nem vészes, megfelelő energiákat kell beletenni, endorfin, adrenalin, ezen gondolkoztam, és sikeresen eszembe jutott. Tehát amikor az ember előre tudja, hogy 3 nap múlva, 2 nap múlva, 1 nap múlva, 3 óra múlva, fél óra, akkor
mikor színpadra kell lépni, akkor kirobban az energia, és akkor minden bele. Hogyan készültök erre az estre? Sok próbátok van közösen, vagy inkább külön-külön, és majd előtte egy-két próba együtt? Hát sok próbánk volt közösen, most már csak egy lesz a bemutatóig. Hát azt elmondhatom, hogy augusztus óta próbáljuk, tehát eléggé ki van munkálva, nagyon precízek vagyunk, de külön-külön is, tehát nyilván Balázs a szólószámait gyakorolja külön is, illetve látom, mert amikor próbám eljátsza, akkor látszik rajta, hogy gyakorolta. Én is van, amit önállóan gyakorolok, szóval nagyon lelkiismeretesek vagyunk, igen. Milyen Balázzsal a közös munka? Mert hogy egy jó színész az rendben van, de ez egy teljesen más műfaj. Igen, neki ebben a műfajban ez az első, tehát ilyen jellegű estben ő még nem vett részt, csak összefüggő színdarabokban, mint általában a színészek. Nagyon jó vele a munka, mert nagyon intelligens, érti, hogy miről van szó, és főleg nagyon ambicionálja. Tehát ez számára az előbb elmondottak miatt egy kihívás. Kellett neki instrukciókat adni, hogy mit, hogy csináljon, vagy teljesen szabad kezet kapott? Szabad kezet kapott, hiszen Hippolyton kiderült, hogy mennyire kreatív. Megjegyzéseket természetesen teszünk próba közben, kölcsönösen. Tehát nincs senki kinevezve rendezőnek, hanem mind a kettőnknek joga van szólni a másiknak. Akkor elbeszélgetünk róla, hogy miért van igaza, vagy esetleg miért gondolja másképp a másik. De ez ilyen teljesen szívélyes mederben zajlik, tehát semmiféle feszültség vagy konfliktus nem volt az eddigiek során. Szimpatikus figurák. Honnan jött ez a cím? Hát szóvicc, ugye, hogy szimpatikus figurák. Ezek egyik pillanatról a másikra eszébe jutnak az embernek. Nem lehet megmagyarázni. Hát mondogatja az ember, hogy szimpatikus, és akkor egyszer csak beugrik, hogy de hát színpad, és akkor szimpatikus figurák. Általában neked mi kell ahhoz, hogy egy-egy ilyen alkotói fázison keresztül menj? Vagy ez csak úgy jön éppen akkor, és akkor hirtelen le kell írni? Pontosan. Egy-egy gondolatot? Tehát van egy füzet a kezem ügyében, hogyha eszembe jut valami, gyorsan fölírjam, mert netán elfelejtem. Most lesz előadás február 1-én, 2-án, 20-án, 21-én az 5-ös 10-ben. Ezen kívül hol láthatnak még a nézők? Megyünk Miskolcra. Miskolcon lesz a, nem mondom, hogy vidéki, a Budapesten kívüli premier február 8-án az Ifjúsági Házban, ahová 86 óta járok rendszeresen. Hát az már szép hosszú idő. Szép hosszú idő. Kiket vártok ezekre az előadásokra leginkább? A fiatalabb vagy az idősebb korosztályt, vagy teljesen vegyes? Hát azt hiszem, hogy teljesen vegyes. Én nagyon szeretném, hogyha az egyetemista közönség ellátogatna az 5-ös 10-be, hiszen régen, például 87-ben a közgázon, 87-től kezdve 3 évig a közgázon voltak álomszerűen sikeres estek, aztán a Műszaki Egyetemen, a Szkénében, tehát az egyetemekhez nagyon sok siker kötődik. De természetesen vannak olyan egyetemisták, akik 20 éve jártak egyetemre, attól az egyetemista csak már elvégezte. Úgyhogy azokat is várjuk meg, akik 2 év múlva mennek majd az egyetemre, őket is. Aki arra számít, hogy itt csak holló színházas sémákat lát, szerű. Az kellemesen csalódik, mert Balázsnak köszönhetően az én pályafutásom során először a mozgásszínház is megjelenik. Én nem vagyok egy akrobatikus alkat, de Balázs igen, úgyhogy neki köszönhetően el tudjuk játszani a Hülye Járások Minisztériuma című jelenetet, rendkívül hülyén jár Balázs, szándékosan, kacagtatóan. Van neki egy szólószáma, ami hát Beethoven zenéjére egy, azt mondanám, hogy mozgásszínház, de attól megijednek az emberek, hogy az valami komor dolog. Mozgásszínház, de vicces. Meg táncol is. Balázs rendkívül egyéni tánckultúrája van. Én is a dalomban kicsit szögdécselek, az is muris,
De azt hiszem, hogy a reveláció itt inkább Balázsnak a mozgáskultúrája lesz. Pár nap van még a bemutatóig, ilyenkor hogy készülsz? Van valami bevett szokás? Van. Hát egyrészt lesz egy úgynevezett technikai főpróba, amikor a műszakot betanítjuk, hogy mikor van világos, mikor van sötét, mikor kell elindítani a CD-t, mert vannak hangbejátszások is az estben. Tehát most már ilyen gyakorlati dolgokon jár az eszem, még az utolsó egy-két kelléket be kell szerezni, ilyesmik. Babonás vagy? Nem tudok róla. Akkor valószínű, hogy ez már nem fog kialakulni a pénteki bemutatóig. Igen, nem tudok róla, hogy bármilyen babonám lenne. Semmiféle színpadra lépés előtti szokásod nincsen ezek szerint? Nincs, rendkívül fesztelen szoktam lenni színpadra lépés előtt, nyugodt. Tehát lehet hozzám szólni. Amikor kimész a színpadra, akkor már tudod azt, hogy milyen lesz az aznapi közönség? Hány perc kell az, hogy fel lehessen mérni, hogy milyen a közeg? 2-3 perc. De ha szerencsénk van, mert rögtön poénnal indítunk, akkor lehet, hogy az első pillanatban kiderül. Tehát gyakorlatilag 5 másodperc elhangzik. 2 mondat, és a másodiknak a vége az már poén. És ha azon fölnevetnek, akkor már nyert ügyünk van. Már nagy baj nem lehet. Mi van akkor, hogyha egy kicsit nehezebb a közönség? Vannak erre bevett formulák, hogy hogyan lehet egy kicsit felpuhítani őket? Az ember így is, úgy is mindent belead. Ha vele van a közönség, és sokat kacag, akkor azért, mert az inspirálja, és még jobban feldobja az előadót. Ha meg, ne adj Isten, nem annyira nevetnek, akkor azért kell plusz energiákat betenni, hogy a végén csak-csak megnyerjük a meccset. Úgyhogy így is, úgy is apait, anyait bele kell adni, és bele is adunk. Hát Miklós, én kívánom, hogy nagyon nagy kalappal és nagyon jól sikerüljön ez a pár előadás. Köszönöm, sikerülni fog. Mondjuk el a nézőknek, hogy az 5-ös 10-ben. 6. kerület, 5-ös utca 10. Február 1-én, 2-án, 20-án és 21-én látható. És minden alkalommal este 7-kor. Este 7 órakor. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kösz. Kedves nézőink, régi és új klubtagok, figyelem! Ismét találkozunk a Te a Nézői Klub február 3-án, vasárnap délután 3-tól 6-ig tartja a februári klubnapját. Mindenkit szeretettel várunk, a cím Petőfi Sándor utca 28. Természetesen, ahogy azt megszoktuk, megszeretgetjük egymást, eszünk-iszunk, nem bánkódunk, megismerkedünk egy festőművésszel, egy furuja művésszel, jókat eszünk. Én azt hiszem, hogy kellemes lesz ez a nap. Hívják a műsor telefonszámát 0620 9340 360. Hú, valami rosszat mondtam. 0629 340 330. Hát csak a saját számát nem tudja az ember, pedig ez a műsor már elég régóta megy. Találkozzunk, legyünk együtt egy kicsit. Most pedig egy másik bejelenteni valóm is van. Sajnos Éliás Tibor nem tud ideérni a megszokott blokkunkra, de én nem szeretném, hogyha azért nem tanulnánk valamit, nem foglalkoznánk az egészségünkkel. Úgyhogy ha nem is személyesen, de tekintsenek meg most az Egészségünkre című blogsorozatunkból egy ismétlést. Remélem, hogy ezzel is segítünk, hiszen ismétlés a tudás anyja, és ahányszor halljuk, hogy hogy is élhetnénk, vagy éppen étkezhetnénk egészségesebben, az szerintem csak a javunkra válik. És természetesen kortyoljanak az önök mellett levő tejából, ahogy én is ezt teszem, és nézzék meg Éliás Tibort. Mit tanácsol nekünk mára?